Ukrainának is mondtam, hogy na ez már egy konkrét jogsérelem, álljunk meg, ezt meg kell vétóznom. A decemberi uniós csúcson Orbán Viktor megvétózta az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós segélycsomagot. Ha ezt másodjára is megteszi a csütörtöki uniós csúcson, akkor a Financial Times szerint az Európai Unió a magyar gazdaság szabotálását is kilátásba helyezni. Ez áll abban a lapnak megmutatott tanácsi jelentésben, amelyet egy munkacsoport dolgozott ki. A Magyarországnak járó uniós forrásokat is visszatartanák, azt is, amit korábban már a bizottság jóvá hagyott. Bóka János, uniós ügyeket felelős miniszter azt mondta, a kabinet szombaton új javaslatot küldött Brüsszelnek. Ebben már nyitottak arra, hogy a Kievnek szán segít az uniós költségvetésből fizessék. Híradónknak küldött válaszában azonban a tárca azt jelezte, Magyarország nem enged a zsarolásnak. Vera Jurova, a demokráciáját és átláthatóságért felelős uniós biztos ismét a pénzek blokkolását helyezte kilátásba. Az alkudozás folytatódik, az uniós állam és kormányfő csúcs találkozója csütörtökön kezdődik Brüsszelben. És már is köszöntöm a téma kapcsán Szabó Dánielt, a portfólió elemzőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A, a, címlapon van a téma egyébként. A népszava azt írja, hogy emeli a tétet az Unió, a nemzet azt írja, hogy zsarolás az uniós pénzekkel, megközelítős kérdése, hogy miről van szó, de az biztos, hogy úgy van, hogy a portfólió pénteken, a Financial Times pedig vasárnap írja, hogy az európai tanács környékén született egy átfogó elemzés a magyar gazdaságról. Ezek Tény, állítólag az uniós tisztviselők szerint tényadatok összessége, az a cél, hogy mire mennek ezzel az elemzéssel, és mi a célja. Van ebben egy evolúció, hogy az Európai Tanács magyarázta ennek a kiszivárgott dokumentumnak a jelentőségét. Amiről mi korábban is írtunk pénteken, az valójában arról szólt, hogy egy uniós csúcs találkozó előtt mindig megy a taktikázás és a politikai játszma, hogy hogyan lehetne elérni azt, hogy egy tagállam beálljon a közös sorba, és mondjuk főként egy rendkívüli csúcs találkozó, mint amire készülünk a héten, az ne kudarcba fulladjon. Annál is inkább, legutolsó találkozáson nemet mondunk az extra pénzre Ukrajnának, fogalmazott Orbán Viktor, ugye? Igen, ez mondjuk annyiban uh, egy folyamatosan változó egyenlet, hogy a költségvetés, tehát az uniós közös költségvetés első felülvizsgálata, az májusban kezdődött, és akkor érkezett meg egy olyan javaslat az Európai Bizottság részéről, ami már ugye 50 milliárd eurónyi támogatást javasolta az, az ukrán közigazgatás ellátására és a hadisegélyek kifizetésére. És ebben az egyenletben azért voltak eltolódások, de nem is feltétlenül a végösszegben, hanem abban, abban leginkább, hogy ezt az Európai Unió közös költségvetésének melyik zsebéből fizetjük, mely részét fogja hitelálni, mi az, amit új forrásként kell kérni a tagállamoktól, és melyik az a része, ami tulajdonképpen már rendelkezésre áll a költségvetésben, csak át kell csoportosítani. És a mostani tárgyalásokban ugye az a fő kérdés, hogy Magyarország azt megszavazza-e, hogy egyáltalán ez a folyósítás megkezdődhessen 2024-től 2027-ig. Ez ugye egy négy éves ciklus lefedő időszak, amiben Magyarország most egy rendszeres felülvizsgálatot akar évente, aminél újra és újra meg lehetne vétózni azt, hogy akár a kifizetéseket folytassák. Akár ez az úgynevezett kompromisszum, amit egyébként a Financial Times cikkében is Bóka miniszter előre jelzett, hogy ezt a magyar fél most akkor mégiscsak az uniós költségvetésen belül képzelné el, ugye? Igen, viszont ugye pont az a tapasztalat, hogy azt látják, hogy akár Magyarország, akár mondjuk a fukarországok korábban képesek folyamatosan újabb és újabb követelményeket támasztani, akár az Európai Bizottsággal szemben, akár a többi tagállammal szemben, hogy ez a finanszírozás hogy valósuljon meg. Emiatt van az Európai intézményrendszerben egy félsz, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha egy évenkénti felülvizsgálat van. Itt már van egy olyan kompromisszumos javaslat is más oldalról, hogy akár legyen ez csak két évente, tehát fél időben megnézik, hogy Ukrajnának akár mennyi pénzre van szüksége, vagy a megkapott forrásokat hogy használták föl, mennyit van még értelme fizetni. Ez ugye azért is logikus, mert akár a háborúban is történhet egy olyan változás, akár az, hogy az oroszok jobban előre törnek, akár hogy az ukrán védelmi erők sikeresebben Ütik vissza az ellentámadásokat, hogy akár kevesebb forrásra lehet szükség, akár több forrásra lehet szükség. Tehát ilyen mozgástér az van. Na most két kérdést még tisztázunk. Az egyik az, hogy az Orbán balázsi reakció azt sugalja, és egyébként a miniszter is azt mondta a hétfői ülés előtt, Bóka miniszter, hogy nem kapcsoljuk össze a Magyar Uniós források kérdését az Ukrajnának szánt támogatások kérdésével. Az, Euró az Európai Tanács korábbi ülése előtt viszont a magyar kormány épp azt fejtegette, vagy tisztviselőink keresztül azt mondta, hogy ezt a kérdést mégiscsak a gyakorlati tárgyalások során össze kell kapcsolni. Látunk-e tisztán, hogy mi a magyar kormány álláspontja ez ügyben? Igazából valószínűleg csak azok az emberek látnak tisztán, akik ott ülnek az Európai Tanácsban, vagy akik rendszeresen egyeztetnek akár nagyköveti szinten akár külügyminiszteri szinten a magyar kormánya, sőt az is lehet, hogy a miniszterelnök szintjéig fölér ez az egyeztetési folyamat. Az tény, hogy Magyarország többször is mondta azt, hogy addig nem szívesen beszélünk a költségvetés felülvizsgálatáról, amíg Magyarország nem fér hozzá uniós forrásokról, forrásokhoz. Tavaly decemberben ez végül is megváltozott, tehát akkor az Európai Bizottság legalább részben egy 10,2-10,5 milliárdos szeletre azt mondta, hogy Magyarország azt lehívhatja. Így ebben történt változás. Most az, hogy ez a kommunikációs játék indult, ez egy Egyébként nem egy magyar sajátosság, ez jellemző az Európai Unióra, hogyha még a Brexit előtti Egyesült Királyság és EU viszonyra tekintünk vissza, akkor pont a London volt az, aki rendszeresen ilyen politikai üzeneteket és játszmákat kezdeményezett. Csomagba tárgyalt, igen. Na most itt van egy költségvetési, vagy itt van egy magyar konzultációs válasz, ami 99%-kal visszaigazolta a kormánynak azt az álláspontot, hogy addig ne engedjünk Ukrajna támogatásának, amíg mi az uniós költségvetésből nem kapunk meg mindent. A magyar miniszterelnököt ez mennyire kötheti, ez a konzultációs 99%-os válasz? A politikai következmények elemzését azt meghagynám a, akár a politikusoknak. Számít a ez elemzését. egyébként? Jogilag tudom mondani azt, hogy nem, ugyanis a nemzeti konzultációnak igazából valódi kötelmi kötelezettséget nem ró a kormányra. Igen. Így ebből a szempontból, ha Brüsszelben úgy dönt a magyar miniszterelnök, hogy egy vállalható kompromisszum született, akkor azt megszavazhatja, és erről aztán majd a magyar politikai diskurzus fog dönteni, hogy ez most egy jó döntés volt vagy sem. Akkor a végső kérdés, vajon Orbán Viktor hogy fog szavazni, mert eddig minden esetben engedett a, azokban a kérdésekben, amelyek stratégiailag fontosak az Uniónak. Jó, statokban nem bocsátkoznék, az Európai Bizottság álláspontja az, hogy valószínűleg egy 27 tagállam által, tehát Magyarország által is megszavazott kompromisszumos javaslat fog átmenni. Viszont az, hogy ez most az a formája lesz annak a költségvetési felülvizsgálatnak, amit ismerünk, az egy nagy kérdőjel. És igazából valószínűleg a vita inkább arról szól, hogy ebben mennyire lesz eltolódás azok között, azok között a pontok között, amikről eddig beszéltünk. Tehát elképzelhető az, hogy új prioritások is bekerülnek a költségvetési felülvizsgálatba, vagy Magyarország mondjuk a két éves felülvizsgálati kompromisszum felé lép el, amit más tagállamok is támogatnának. Nagyon értékesnek találtam az elemzését, remélem a nézők is, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.